2016-os büdzsé most már úgy tűnik, hogy véglegesedett. Mit olvashatunk ki a számokból, mennyire számít a kormány arra, hogy bővül a GDP, vagy lassul a növekedése? A gazdasági keretről azt lehet látni, hogy hát növekszik a gazdaság, 2014-ben nagyon szépen nőtt, 2015 ugye ez, amiben most benne vagyunk, és mi nem látjuk egészen a végét, ez is növekedést, de már kisebb ütemű növekedést hoz. És hát a 2016-ra vonatkoznak különböző előrejelzések, a kormánynak is van egy előrejelzés, amire felépíti a költségvetést. Itt azért azt lehet látni, hogy az a nagyon szép adatsor, amire gyakran hivatkoztak, hogy verjük Európát, ez azért két-három negyedévre volt igaz. Egész éve véve ez a két és három százalék közötti növekedés az Európában nem számít rossznak, de hát ez a világ átlag, vagy az alatt van. De mindesetre a gazdaság növekszik, az adó mértékeket már eldöntötték, bizonyos kicsike, de mégis alapvetően inkább kicsike adócsökkentés van. Ezt úgy adagolja a kormány, hogy igazából az is szüksége van a pénzre, mert a hiányt nem lehet elengedni. A többok ok miatt sem. Egyik az, hogy az európai szabályozás miatt a nemzeti össztermék 3 százalék alatt kell, hogy legyen, és ez egy, ez egy, szent dolog, tulajdonképpen ezt a kormány betartja. 2, 4, 2, 7, 2, 6, tehát sose érje el a 3 ot Azon hát persze ezt finanszírozni kell, hát végül is azért a magyar büdzsének olyan 7-800 milliárd forint a hiánya. Tehát arányát tekintve ez nem nagy, de mégiscsak tény az, hogy ennyit hagy hátra a következő generációra nagyon furcsa esztendő ez a 2015-ös, már 2014-ben is nagyon jelentős mértékben estek az árak, a mezőgazdasági árszint is csökkent, de főleg az energiaárszint. Aki autózott, az tudja, hogy persze, ha beépül egy halom de azért mégiscsak a, a nemzetközi olajárak nagyon nagy mértékben leestek. És ez természetesen, hogyha nincs más inflációs nyomás, és nincsen most, tehát nincsen importált infláció kül, kívülről, külföldről nem jön be árnyomás, akkor tulajdonképpen átviszi ez a fogyasztói árindexet a negatív tartományban. Na mindesetre ez megfordul, ugyanis ilyen típusú benzin és fűtőár csökkentés már nem lehet előrevetíteni, mert már nincs hova csökkennie, úgyhogy valószínű, hogy szépen lassan megemelkedik az infláció, de nem tart egyik elemző sem attól, hogy, hogy úgy, 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 nagyon érezhető lenne, és véget ér az az időszak, amikor negatív számok is megjelentek. Megmutatkozhat-e ez a folyamat a fogyasztás bővülésében, mert a kormányzat arról is beszél, hogy a GDP bővülés, vagy növekedés egyik sarokpontja a lakossági fogyasztás bővülése lesz. Igen, hát az elmúlt néhány évben is, most már több évről van szó, nem, nem is egyről, hanem többről valóban, a magyar fogyasztás nem csökkent. Tulajdonképpen a, a fogyasztási szintünk még, még mindig nem érte el, azt hiszem, a 2008 éves szint előtti mértéket. Ami nagyon furcsa dolog. Ebbe az is benne van, hogy azért itt a gazdaság ugyan növekedett, de, de hullámzó módon növekedett, hogy az emberek tartalékoltak, hogy vissza kellett fizetniük. Az adósságaikat, és ezért nem mertek fogyasztani, vagy nem mert valaki új autót venni, lakásfelújításba belevágni. Tehát nagyon sok oka volt ennek, de most ez az időszak azért szerencsére elmúlik, tehát valószínű, hogy a fogyasztás az lendületesen nőni fog. Mi érdekes még a forint-euró árfolyam, ugye 303 forint per euró körüli árfolyamon számolták ki ezt a 2016-os költségvetést. Ugye itt már egy kicsit a monetáris politika vizeire is eveztünk. Ez mennyire reális, hogy ennyire akár a mostani szinthez képest erős lesz a forint? Hát ugye, ezt a pénzügyminisztert kell megkérdezni, hogy mikor megtervezte a 2016-os évet, ami persze, hát ugye bármi lehet még, az nagyon messze is van tőlünk, meg, meg, sok hatás is érvényesülhet. Beraktak egy számot, valóban 300 fölött itt, de azért a maihoz képest viszonylag erős árfolyamot terveztek be. Furcsa dolog, de mind, legalább annyi ér van a felerősödés, mint a gyengülés mellett, és ezért technikailag beállítottak egy, egy számot, mert valamire tervezni kell a költséget, és lehet, hogy nem így fog alakulni az év, és az is megeshet, hogy ha vannak jobb hírek, az erősíti a forintot, mondjuk egy hitelminősítő intézet, vagy kettő pláne feljebb, magasabb osztályba minősíti a magyar állampapírok besorolását, az általában jót szokott tenni az átfolyamnak. Ha valami izgalom van a környékünkön is, itt azért gondoljunk arra, hogy, hogy az ukrán-orosz konfliktus, hogy akár egy, egy iparággal valami történik, most ez a dízelügy, ez azért megmutatta, hogy mennyire ki van téve a magyar gazdaság, meg persze a meg a, a szlovák. Egy-egy iparágnak. Tehát lehetnek olyan hírek, amelyek hatására a forint tovább gyengül, és hát a magyar gazdaságpolitika, azon belül a monetárs politika is befolyásolhatja ezt: hogyha még lejjebb megy az alapkamat szintjene, talán az általában gyengíti a forintot, ha meg ott marad, esetleg megindul egy később egy emelkedés, az általában erősíteni szokta. Tehát itt az államnak is van befolyásolási eszköze, meg hát van a kínálat, és az rengeteg tényező. Ő alakítja. Úgyhogy ezt nagyon néz előre becsülni. Az eddigi válaszaiból, illetve az abból összeálló kép kicsit azt rajzolja, hogy most mindent a fogyasztó árszint az infláció határoz meg. Ezzel szemben végül is hogy a költségvetésben, vagy elfogadtatás, akkor Varga Mihály arra utalt, hogy ez az adócsökkentésnek a költségvetés. Összességében ezek az adócsökkentési tételek is tolhatják el a lakossági fogyasztást a személyi adó szintje elég alacsony már Magyarországon, ezzel szemben az áfa irdatlan magas. Tehát nagyon furcsa helyzet, a magyar helyzet azért elég különös. Az áfa nagyon magas, az visszafogja a fogyasztást, és ezért tulajdonképpen fölmerül az a kérdés, hogy hát nem inkább azt kellett volna lejjebb vinni, és nem csak egy-egy termékre, mert azért ráadásul meg is zavarhatja a piacot, de ez egy politikai kérdés. Tehát igazából azt látom, hogy a, az adó politikában a, a kormányzat azt követi, hogy a fogyasztást akarja jobban adóztatni, és a kevésbé a, a munkát, amiben van ráció, tehát ezt önmagában semmi se kifogású. Itt mindig a mérték az érdekes, mert azért a 20% fölött és a 27% az brutális magasságú, az azon kívül, hogy a fogyasztást mégiscsak visszafogja, aminek a növekedéséről előbb beszéltünk, hogy de jó lenne, azért a gazdaságot hagyja, ráadásul kiprovokálhatja az adóelkerülést. Tehát minél nagyobb egy adó kulcs, annál nagyobb a csábítás, hogy áfamentesen, számlamentesen, fekete piacon keresztül. Tehát azt gondolom, hogy egy idő múlva gondolkozni kellene azon, hogy ezt az adórendszert, az adó mértékeket legalábbis át kellene nézni, de a kormány úgy döntött, hogy nagy változtatást most nem tesz, egy kicsit a széleken mozgat, ide tartozik mondjuk a sertéshús áfa csökkentése, de már ez nem vonatkozik a csirkére, marhára, halra és a többire. Hát ugye rögtön fölmerül a kérdés, hogy, azokkal mi lesz. Ezért tehát feltételezem, hogy még a, 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 következő évre és majd a 2017-18-ra is még jut bőven adóváltozás. Ez egy kicsike csomag, kicsike változtatási csomag, ami a mostani költségvetésbe be van építve. Mennyire tartalmaz sok fiskális kényszert a mostani büdzsé? Tehát például, hogyha a bankadót, ha kivennénk belőle, vagy a szektorális különadókat, akár a magas áfát, ezek nélkül mennyire tudna megállni a lábán, mert ugye ezeket nehezményezik sokan, hogy bent vannak a rendszerben. Valóban is, ráadásul olyan adók ezek, amelyek vagy úgy lettek bevezetve, vagy átmeneti időre, és utána tartósultak, vagy pedig egy szektort vesznek célba, az nem jó, ezt a közgazdászok sosem ajánlják, mert mindenfajta zavarokat okoz, de nagyon kell a pénz. Tehát ebből látszik, hogy a kiadási oldal bizony sajnos nagyon merev, még azzal együtt is, hogy néhány területen, is ide számítják a szakértők az egészségügyet, ott alulfinanszírozás rengeteg jelét látjuk, ott sokkal több pénz kellene. Említettem az oktatást, én most kicsit hazabeszélek, de az oktatásban is nagyon sok pénz kellene, és, és nem látjuk, hogy honnan jönne. Tehát nagyon nagy kiadási tételek vannak, a szociális kiadások is azért viszonylag nagyok, a munkanéküliség az lejjebb ment, de ezzel szemben a, a közmunkának a finanszírozása elvissza a büdzséből vagy 400 milliárd forintot. Tehát ezek nagyon nagy tételek. Szóval látszik, hogy azért a mozgástere kicsi a pénzügyi értelembe vent véve a kormányzatnak, és akkor még pénzt kell felszabadítani arra, hogyha uniós pénzek jönnek, akkor legyen társfinanszírozás, mert különben akkor nem lehet lehívni ezeket a pénzeket, és nem lehet észterűen felhasználni. Igen, végül is a 2016-os évre uniós forrásból megvalósuló programokra, beruházásokra 1400 milliárd forint van kihelyezve, de az idei költségvetés van 2500 fölötti. Tehát ez itt több, több mint 1000 milliárd forinttal kevesebb lesz az uniós forrás, és akkor ugye beruházási ráta sérülhető. Ez mit okoz? A gazdaság? Valóban hát ugye ez egy furcsa esztendő mert ha 2014-et nézzük az az irdatlan volument hozott tehát az, az persze túl lesz fújvas, mindenki tudta részben azért mert választási év volt részben azért mert az utolsó évben mindenki megpróbálja kisöpörni a az Unió is ki akarja nyomni ezeket a pénzeket, és a magyar államaparántus is le akarta szívni ezeket a pénzeket. Most ezt a tempót nem lehetett fenntartani 2016-ban, nem lehet majd fenntartani. A kormányzat igyekszik, hogy kicsit kisimítsa ezeket a hullámokat, tehát megpróbálja azért ráterelni a, a pályázatokat, arra az útra, hogy 16-ba is legyen elég, de valóban úgy látszik, a terv azt mutatja, hogy a korábbi szintet nem lehet tartani. De azért ez, ez azt gondolom, hogy része az uniós finanszírozásnak, hogy egyszerűen ott is van egy 7 éves ciklus, és nem mindig sikerül ütemesen sem kírni, sem elnyerni, sem lehívni, elkölteni, elszámolni. Sok múlik azért azon, hogy maguk a, a pályázók azok mennyire talpra esettek, és hogy a magyar államapparátus mennyire hatékonyan működik. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!